Thank you.
Sopron baráti kör Székesfehérvári szervezete és a Székesfehérvári Budai úti Református Egyház Közösség nevében tisztelettel köszönöm, hogy valamennyi megjelent. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem ige hirdetőnket, Jákob János standártáborok, protestáns táborok püspök urat. Köszöntsem dr. Huszár Pál urat, a főgonokot. Köszöntsem Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselőjét, külügyi államtitkárt, és köszöntsem Hopla János ezredes úr parancsnokot, teljes helyettes garnitúrája. Kedves meghívott vendégeink és minden kedves megjelent, nem utolsó sorban Székesfehérvár helyőrség zenekar, amelyet Márk Robert Szádas úr vezet, és a mai programon közreműködik Szabó Miklós alezredes úr. Köszöntők után engedjenek meg nekem egy pár gondolatot. 2000 januárban történt, 22 évvel, hogy fogadott Reininger Adós altábornagy úr, a Magyar Honvédség akkori helyi parancsnoka, akihez Honvédség és Társadalom Baráti Kör nevében kéréssel fordultunk, azt kértük, hogy támogassa, hogy 2007-ben úri virágvasárnapon tehessünk egy indítassunk útjára egy olyan programsorozatot, amely lehetőséget ad arra, hogy a református egyházközösség Budai úti templomában megszervezhessük a virágvasárnapi koncertet. Ez a koncert akkoriban olyan furcsa érzéseket indukált, de mi úgy éreztük Városközti Tilamér polgármester úrral, aki a Honvédség és Társadalom Baráti Kör akkori elnöke volt, hogy ez egy nagyon fontos esemény lesz, és egy új színfoltra lehet a honvédség és a társadalom kapcsolatának az átadása. Szeretettel emlékezem azokra a személyekre, akik ezt a kezdeténél válaszoltak. Nagyon örülök annak, hogy az eltelt 20 évben, nem, tehát 22 évben, 22 alkalommal igyekeztünk megszervezni ezt a rendezvényt, és most 20. alkalommal be is jelenthetjük, hogy ez a 20. koncert. Nagy szeretettel megköszönjük mindenkinek azt, hogy segítette ezt a tevékenységet. Köszönjük azt, hogy egyre többen és többen eljöttek. Részvételükkel jelezték azt, hogy az ügy mellé áll. Ugyanakkor ennek az ügynek talán legfontosabb szereplője a zenekar, akinek a Honvédség és Társadalom Baráti Kör nevében ezúton szeretnénk megköszönni a szolgálatokat, és átadnám elkodolgáltóknak és egyik vezetőjének. Mi virágvasárnap délutáni áldozatunk megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Az ige, amelyet szeretnék néhány gondolatot fűzni, írva található a János.
evangélium 12. fejezetében, 12. fejezet 12. és 13. versében. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmahálókat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiabáltak: Hozsánna, áldott aki ő az Úr nevében, az Izrael királya. Amen. Eddig Isten felolvasott igéjét. Virágos vasárnapot ünneplő gyülekezet, Virág vasárnap ünnepével ráfordulunk a nagy bőjt, a nagy hét fő eseményeire, a célegyenesre. Besűrűsödnek a nagy hét eseményei, és az ember úgy érzi, hogy lelkében tényleg rákészül a nagy csütörtök, nagy péntek és a húsvét ünnepének, a feltámadás ünnepének az eseményeire. Az ünnep központjában, Virág vasárnapon maga a Jeruzsálembe bevonuló Jézus Krisztus áll, aki egyszerűen szamár háton, a tanítványok hoztak neki, vonul be a tömeg falai között. De hát, hogy Virág vasárnapot valahogy be tudjuk metszeni könnyen, azt gondolom, hogy minden ünnepnek megvannak a maga jellegzetességei, maga sajátosságai, amelyek elhelyezik az embernek a tudatában, az emlékező tehetségében az ünnepnek a lényegét, hogy az valahogyan hitünk történetében kezelni tudjuk. Hát keresünk most mi is ilyet. Ha kicsit belegondolunk, a 21. század embere nagyon szeret tájékozódni, lehetne kütyű áll a rendelkezésre, okosóra, okostelefon, már az autóban egy GPS van, és hát ebben az a jó, hogy a GPS koordinátán segítenek bennünket abban, hogy ne tévedjünk el, ne menjünk mellé az adott célnak, hanem oda találjunk, ahova szeretünk volna. Ismerős ez számunkra is, hiszen a katona életben is nagyon fontos szerepe van a terettanban, a tájékozódásban, a elengedhetetlen segítség tud lenni minden helyzetben a GPS és azok a koordináták, amelyek segítenek lemetszeni nekünk az adott cél. Bizony sok fájdalmas történet van itt a látható nőtéren is, ahol emlékművek találkoznak, mert valaki rosszul adta meg a koordinátát, és a tűzirek odajöttek, ahol nem kellett volna. Fontos dolog tehát az, hogy a koordináta megadása jó legyen, mert akkor találunk célba, hogyha ezeket kezelni tudjuk. Hát alkalmazom most is ezt a módszer bátran, metszük be az ünnepet és határozunk meg ennek az ünnepet, a koordinátáit. Na, három ilyen dolgot kerestem az ige alapján, három koordinátát szeretnék meghatározni. Az első az öröm, a második a nyilvánosság, a harmadik pedig a megértés. Hát nézzük röviden meg ezt a három koordinátát, hogyan segít ez bennünket világvasárnaphoz. A világvasárnapi történetnek a legátütőbb jellegzetessége, amit felolvastam itt az igéből, hogy a sokaság kiment a utcára, levetették a felső ruháikat, erényítették a bemondó királynak, pálmákat lengettek, virágokat szóltak elé, és örvendezve dicsérték Jézus Krisztust. Ha mögé nézünk, teológiai szempontból nincs ebben semmi hiba, teljesen helyén való az öröm, Krisztus szeretni, Jézus Krisztust ünnepelni, az mindig helyén való dolog, a szív derűjét, belső érzéseit kimutatni, az sose volt szégyen, az ember ott lett emberré, ezt fel mert tenni, föl mert vállalni, hiszen ez nem csak egy lehetőség számunkra, hanem azt gondolom, hogy szent kötelességünk is emberként az érzéseiket felvállalni. Pedig talán nem mindig megy ez olyan jól, ahogy szeretnénk, vagy ahogy gondolnánk. Ugyan a földi életünk mindennapjai nem mindig azonosak a vidám vasárnap örömteli arcaival, megvannak azok a gondjaink, problémáink, betegségeink, amelyek lehúznak bennünket, de ettől függetlenül valljuk azt a zsoldárossal, a Dáviddal, a királlyal, a hadvezérrel együtt, mert mi is így gondoljuk, hogy teljes öröm van te nálad, Úrunk, élet hosszígan tart a te jó akaratot, ha este bánat száll be hozzánk, reggelre megjön az öröm. Azt gondolom, ez a keresztény ember magatartása és élete, hogy minden napot örömmel tud kezdeni, hálaadással, segítségkéréssel. Hát valami ilyesmi öröm ez a virágvasárnapi öröm is, amikor felfokozódik az emberekben a várakozásban, a feszültségben, az, hogy kiteljesedte az ő várakozásuk, ezért örülnek a Messiás királyi megjelenésének.
megjelenésének. Aztán a második koordinátor, amit említettem virágvasárnap kapcsán, az a nyilvánosság. A tanítványi közösség kivitte az örömét, lelkesedését az utcára. Ez azért érdekes, mert ugye keresztény emberként úgy vagyunk vele, hogy van a keresztény hitnek egyfajta belső szobája, egyfajta intimitásával. Az ember megéli maga hitéletét, és köszöni szépen, nem is akar másról tudni. Ő ezt megtette, megérte, lezárva. De a világvasárnap egy olyan alkalom, amikor az ember azt gondolom, hogy kilépne a keretek közül, és megélheti boldogan mindazt, ami a szívében van. Mások előtt is. Máté evangélista azt írja, hogy nem csak a tanítványok tették ezt, hanem az egész város meghozó. Mindenki ki lehet menni örvendezve az utcára. Persze azt kérdezi az ember, hogy hát miért furcsa ez, hát vártál a király. Azért furcsa ez, mert az egyház történetünkben általában két kísértéssel küzd mindig a kereszténél. Az egyik az, hogy elvonul, kivonul a világból, és egyfajta ez azként a módon megpróbálja megélni a maga hitéletét. Ami elég zsákutcás történet. Mások pedig egyfajta hatalmi igényen lépnek fel, egyfajta keresztes lovaként harcoskodnak, és szeretnének mindent ők meghatározni, még akár divat módon is, erőszak árán is. És elvárják mindenkitől, hogy az egyház szavát kritika nélkül elfogadja. Nem bizony, hogy az egyház szava mindig azonos az ég szavával. Mindig kell az a belső kontroll, az a józanság, ahol az ember el tudja választani a dolgokat. Ez a két dolog az, ami dominánsan hat a keresztény ember életében, de mégis egy harmadikra mutatnék rá a nyilvánosság kapcsán, ami pedig így szól, hogy Jézus alázatos nagyhető lámosása valami egészen másról beszél. Fogja a tálat, oda térzel a tanítványi láz elé, mindenről kívül. Köztük van Júdás, az áruló, Péter, a tagadó, Jézus, a szeretett tanítvány. Sorolhatnám sokan, nem szeretnék teológiai értekezésbe belemenni, de a tanítványok különböző pártokhoz tartoztak. Különböző mozgalmakhoz, nem szeretném nagyon vegyesebb kép, nekünk ő csak 12 tanítvány. De a hátterünket, ha jobban megnéznénk, nagyon jól látnánk azt, amit Jézus látott. De ő nem foglalkozott el. Minden mindent megmost a lábát, elé tértek, és az Istenhez tartozás testvére, tisztasága vonatkozásában rámutatott a testvéri szeretetre, amelyel át tudta ölelni őket. Igen, a virágvasárnap vasárnap arra visznek bennünket, hogy Jézus követve és sohasem nélküle, bátran vegyünk részt mindig a társadalom dolgainak alakulásában, merjünk kifejezni azt, amit érzünk, mert a földi társadalom formálása, az értékrendünk képviselete van, nagyon fontos, hogy mit hoz majd a holnap. Ennek vonatkozásában a fennmaradások zálogaként az örök értékek felvállásának mindig jelentős szerepe volt a keresztény. Megtanultuk azt, hogy maradjunk a falak között, az inkubátorházba, bujkáljunk, hajtsuk be fejünket, és szégyeljük azt, hogy keresztények vagyunk. Nem így van. Ez a virágvasárnap pontosan az ellenkezőről beszél. Jézus azt mondja, hogy gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a vég alá tegyék, hanem hogy a gyerte tartóba. Hogy fény mutasson és világítson mások felé. Aztán az utolsó dolog, amit még szeretnék elmondani röviden, a harmadik koordináta, az a megértésé. Az utókor azzal vádolta meg a tanítványokat, hogy félreértették Jézust. Ők valami egészen más habis vártalmakkal éltek, más vártak Jézustól, mint amit kaptak. Félreértették őt, és talán minden mellé. Üdvösség helyett politikai szabadságot, Rómától való függetlenséget, ami biztos, hogy ott volt, hát hogy ne lett volna ott minden lakosban Izraelben, egy elfoglalt tartományban, ahol rómaiak uralkodtak. Nyilván nem volt a szívükbe. De azért, akármennyire is reménykedtek ebben, hogy Messiás majd megszabadítja őket ezekről a gonoszoktól, persze, hogy volt bennük egy csalódás. De mindig óvatosan hallgatom azokat az idehirdetéseket, amelyek azt mondják, hogy csalódás az hozzátartozik a virágvasárnaphoz. Hát van benne ilyen is. De való igaz,
hogy azért, ha nem is minden úgy történik, mint ahogyan várták, mégis megértik, hogy ki az, aki ott jön feléjük. Úgy gondolom, az, aki Jézust áldottnak kiáltja ki, és azt vallja rajta, hogy ő az, aki az Úrnak nevében jön, ő a Dávidnak fia, Hozsánna Dávid fiának, azért az olyan nagyon messze nem jött el mellé. Mert ő a szívében az egyszülött Jézus Krisztus, Isten fiát vallja és látja, ott bevonulni. Az emlékább a kívánság mindig bennem, hogy bár csak ennyire értenünk félre, csak ennyire. Mert ha valaki ennyire érti félre Jézust, akkor ő már valamit megértett ebből a világvasárnapból. Ő már valamit magával tud vinni ebből a történetből. Én azt gondolom, hogy ez a három koordinát, amit itt felvázoltam, az öröm, a nyilvánosság és a megértés egyértelműen meg tudja határozni számunkra azt a pontot évben és időben, amit virágvasárnak takar. Hiszen ebben a meccés pontban találjuk a virágvasárnak eseményei. Itt találkozunk Jézus Krisztussal, mint a királya, mert ez az ünnep mindazok számára igazi ünnep, akik szívből imádják, szeretik és követik őt. Még azok számára is ünnep ez, akik talán távolabbról figyelik. Mert ha lehet, hogy a találkozás első pillanataiban valamiféle illúziókból, más gondolatokból építkeznek, mégis van ezekben is érték, de ahhoz, hogy meglássuk azt az értéket, az általunk elképzelt álmoknak el kell olvadnia a szívünkben, azoknak az előítéleteknek, hamis képzeteknek, mellének gondolatoknak, mind-mind el kell sorvadnia, hogy meglássuk mindazt, mind azt és azt, aki mögötte van, magát Jézus. Hiszen Jézus sokkal többet hoz, mint amit az ember róla álmodni képes, és nem csak más, hanem tényleg valóban sokkal többet, mint amit a hozsannázó többet remélt tőle, hiszen a kereszten emlékezett megváltásunkat, az örök élet csodáját ajándékozza minden ember számára. Adja meg Isten az ő kegyelméből, hogy 2022 virágvasárnapján mi is a szabadító megváltó, értünk keresztet vállaló Jézus Krisztus láthassuk meg a virágvasárnapi események mögött. Amen. Egy rövid imádságra hajtjuk a fejünket. Drága Jézusunk, királyok királya, köszönjük, hogy mi is kiáltatjuk áldott, aki ő az Úrnak nevében, hiszen hálásak vagyunk azért, hogy helyünk lehet a téged ünnepelők virágvasárnapi soraiban, előtted hódolhatunk ma is, itt is szívből. Éppen ezért arra kérünk, segíts bennünket megtalálni a Jeruzsálembe vezető úton az önmagunk alkotta zsák utcáinkból a kivezető utat. Segíts felismerni az ünnep lényegét, segíts megérteni, megfejteni a titkot, téged, önmagad. Urunk, közelségekben, ha ismerjük meg önmagunk kemény szívűségét, így fakaszt fel bennünk a bűnbánat és az öröm valódi könnyeit. Az, hogy engedelmes életünk középpontja, végigjárva a nagy és stációit a feltámadás ünnepéig, halálunkig, mindvégig egyedül te maradj. Hadd szolgálja és munkálja ezt a szívünkben, a székesfehérvári helyőrség zenekar ünnepi koncertre, éppen ezért azt kérjük, mennyei atyám, a feltámadott Jézus nevében, hallgass meg mi könyörgésünket, és áld meg számunkra ezt a ma délutáni alkalmat. Csak újjatok virágok, pálmaágok. Csapom el a piros szárnyú öröm,
Higgyétek, hogy Dávid utódja jön szabadságszerző győzelmes királya. Ő látja már, hogy messze, mint a felleg fekete átok barjúra javár, és szárnyra kap, hogy nem sokára már káromkodnak, akik most énekelnek. Ő tudja már, hogy egyedül lesz, s hitvány ilyet szívvel fut szét sok tanítvány, nem marad bennük se remény, se hit. És egy szürke fa a borzongó erdőben, mintha tudnám, hogy kereszt lesz belőle, megrázza zörgő lenne. Thank you.
Mert játékot vártak, cifra dolgot, és Éliát támadt felhők felett. Ám te Mária sikoltok. És ő üvöltött, és kiszenvedett.
Máriától születtél, valóságosan szenvedtél, s feláldoztattál a keresztpár az emberét. Kinek átvert oldalából víz és vér folyt. Add, hogy téged ízlelhessünk halálunk megpróbáltatásában is. Ó, édes Jézus! Ó, kegyes Jézus! Ó, Mária fia Jézus! Irgalmazz nekem! Amen. Minden igen áll betellen. Az elgördült szikla mellett két fehér angyal lebeg. És felelvén egy a másnak, énekelnek és hátváznak szép angyali éne. Jaj, hogy hullott drága vére, Getsemáne friss bűvére, keresztények, sírjatok! Földre megindult, ott megélet. Jaj, keresztet út az élet, minden elvégeztetett. Énekelnek Alleluját,
asszony koszorúját, szép angyali sereget. Így dalolt az angyalének, és mindenek figyelének hű, fa, virág hallgatott. Minden hívek koszorúja énekelje. Alleluja! Él az Úr, feltámadott. Az Úr feltámadt, vajon érjön is szív.
és nem rostam össze semmi súlyal. Én nem hagyok a hitetlen beszédre, világcsalók előtt se hordok, de tördelném a titkok néma zárát, csak azt hiszem, amit megtapasztalok. De mit nem érzek vak, süket kezemmel, soha nem ér el kátrázó szemem, lelkemmel látom azt, amely a szárnyal nem ér nyomába dalló értelem. Én hallom, amit súg világ a világnak, bár hangjának különben nincs nyoma. Értem a tavasz illatos beszédét, és érzem Istent, bár nem láttam soha. Bár győzött a bűn, mikor a keresztről lelkeket mosva húrt alá a vér, mégis hiszem a Krisztus diadalát, és tudom, hogy föltámadt, mert bennem él. Ő áll mellettem, könnyen és mosolyban, amíg az élet rögeit töröm. Nyugodtan tűrök, mert tudom, hogy vár majd egy új élet, s felmegy egy öröm. Elhint vigasztal minden megkiportat. Özvegyet, álmát sír mellém előtt. Gyermeket vesztett, zokogó anyákat, s aki beteg is, ebből nyer előtt. Az Úr feltámadt, vagy a milliónyi szív, és nem rosszott össze semmi súly alatt. Bármit beszéltek hitetlen tamások. A húsvéti hit győzedelmes van.
napja, szép világvasárnap, jövel már, hozd ki röpke szárnyat, nincs te virággal az avarmezőket, a kertek fáit, félbe üdezőket, ó, szárd meg őket. A tél hosszú volt, oly zord és oly kegyetlen, a rét az erdő még most is kietlen. Virágok napja jel, lehely a földre, húsz szürke foltjait varázsol zöldre, szép puha zöldre. Jövel, s te vélet vecske, gólya, üres fészkeknek hadd legyen lakója. Szakadjon végre a nagy némoság, szívüket töltsd be, aki dalra vágynak, oly régen vágynak. Ki hol közel? Feje virággal lékes, az arca nevetős, a hangja édes. Bájos, milyennek a szívem kívánta, mint egy virágos, nevetős leányka. Szép kis leányka. Ihol már itt, virággal megrakottan hallom a dalt is, fecske szállamodtan, eresz aljának újra van lakója, csörgő patakban kelepel a gólya, a kedves gólya. Ihol? Már itt van. Nyílnak a virágok, virág dal járja be a nagyvilágot, hirdetve hegynek, ölnek rónoságnak, leszállt a földre, szép virág vasárnap, legszebb vasárnap. Thank you.
Szent Mond a húsvéti harang, s mint millió fehér galang, újonva löppe szét a hang, elűzni gondot, várat. Feltámadott, feltámadott. Tavaszi szél, vetes, dalol, fűkacag az avarhalol, vár a fának, egy a bőrnek adja tovább a szózatot. Feltámadott, feltámadott. Testről levél erről susok, kicsi és nagy legátusok viszik a nagy hírt szerte szét, nem marad sírva a halott. Feltámadott, feltámadott. Ne sír özvegy, ne sír árva, nincs a sír örökre zárva. Ölelhetem még boldogan, ki egy időre itt hagyott. Feltámadott, feltámadott. Ne sírjatok, anyák, a síron túl egy új világ tökéletes örök árad, és semmi meg nem rothadott. Feltámadott, feltámadott. Újjongi béna, szegény, beteg, virulni fog még életed, gazdag leszel, ét és erős. Jövőd Krisztusra bízhatod. Feltámadott, feltámadott. Halld meg te is, küzdő magyar. Húsz sorsok éje nem takar. Hit annak, aki örökre él, s lelkét majd fényes szép napot. Feltámadott, feltámadott. Húsvéti hit lobog, lobog, és minden szíved egy hitbe fog. Ez a szegény beteg világ, higgye a boldog szózatot, feltámadott, feltámadott. Újjon szívem, dalolj remény, él Krisztus, és benne élek én. Nem ijeszt halál sem pokol, orrá lesz pár szívünk agyunk. Feltámadott, feltámadott. Thank you.
feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, mi vagyunk, Krisztus lett a igazunk, alleluja. Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat. De él, ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Örvendezzünk, mi vagyunk, Krisztus lett a igazunk. Alleluja. Thank you.
Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a Budaörsi Református Egyházközség nevében. Dr. Szabó Balázs zenetörténész vagyok, a templom kántora, és 94 óta hivatalban lévő kántora. Ezért nekem jutott ez a megtisztelő feladat, mivel ezt a 20 évet végig kísérhettem itt a templomban, és a zenekar koncertjének hallgatója lehettem, hogy köszöntsem őket. Azt gondolom, hogy egészen különleges élményben volt részünk ismételten, és miközben hallgattuk ezt a koncertet, számot vetettünk azzal, hogy az elmúlt két évben nem tudtuk megtartani ezt a hangversenyt, és most döbbentünk rá, hogy ez mennyire hiányzott nekünk. De eltelt több mint két évtized. Számomra mondjuk ez abban jelent meg elsősorban, hogy egyre több kedves volt növendékem játszik ebben a zenekarban. Másfelől, hogy a zenekar egyre jobban játszik, és abban reménykedem, hogy ez a két tény talán valamilyen kapcsolatban azért van egymással. Mindenesetre nagyon örülök, hogy ilyen nagy nyilvánosságot mondhatom, hogy nagyon büszke vagyok rátok, fiúk, és fantasztikus teljesítmény volt. Egyőségi zenekarunk szép csendesen egy prima koncertfúvó zenekarra nőtte ki magát, és mint ahogy az is, hogy ez már régóta több mint egy koncert, hiszen itt nem csak zene, hanem csodálatos versek, igék és különböző lelkünket emelő gondolatok hangoznak el, és engedjék meg, hogy most ezt megköszönjem az Edes úrnak, aki fantasztikus versmondónak bizonyult. Köszönjük szépen! Rendezhettük meg, hanem azt is, hogy mennyire gyógyító ez a zene.
önmagába zenel, és a 17-et még inkább nekünk mindig itt a Budai úton. Én megvallom nektek őszintén, hogy sok jelét látom annak, hogy a karantén után poszttraumás vagyok, és ti gyógyítottatok bennünket, engem is, és mindenünk nevében mondhatom, hogy Isten áldja meg benneteket, jó egészséget, további jó szolgálatot. Köszönjük mindazoknak, parancsnokuraknak, akik lehetővé tették, hogy itt legyetek velünk, legyen ez így jövőre is, maradjunk együtt, dicsértessék a Jézus Krisztus, erős várja mi Istenünk, áldás békességet, áldjon meg benneteket az Úr, mindenkinek további szép estét kívánunk.